Az egy közös házcímű kiállítása a Pannonhalmi Főapátság időszaki kiállító terében a közös ház évére, erre a témára reflektálva, ingyenesen látogatható november 11-ig. Aki ebben az időszakban a Pannonhalmi Főapátságba ellátogat, és megtekinti a monostori kiállítóteret, illetve a bazilikát és a könyvtárat, vagyis az időszaki kiállítást meg tudja tekinteni a látogatás a végén. Elhívtuk azokat az embereket, akik voltak olyan nagy lelkűek és beengedtek minket, hogy bepillanthassunk az életükbe egy-egy fénykép erejéig, és őket hívtuk el Pannonhalmára, hogy egyrészt megnézzék magát a kiállítást, amin ott szerepelnek ők maguk is, másrészt, hogy a Pannonhalma, mint közös ház, a főapátság, mint közös ház őket is be tudja fogadni, és nekik is adjon egy ajándékot, itt egyesülhessen az összes ember, aki ebben a projektben részt vett. Pannonhalma 2017-es évet a közös ház gondolatának szentelte, és megpróbáltunk ezzel a fotókiállítással erre a témára, erre a hívószóra reflektálni, és olyan közös házakat kerestünk, amikben mindannyian nap mint nap éljük az életünket, és különböző közösségeket egyesítenek. Tehát olyan házakat, amikben más-más közösségek mégis megtalálják egymással a hangot, és együtt tudnak, egy tető alatt tudnak létezni, vagy valamit megalkotni. Ilyen közös házakat kerestünk hárman közösen a fotográfusokkal, Ajpek Orsival, Kummer Jánossal és Újvári Sándorral, illetve természetesen a Pannonhalmi Főapátság kulturális irodájával, és megpróbáltunk minél több szempontot, minél több közösségszervező szempontot is belevinni a közös házaknak a megtalálásába. Ilyen volt például a reformáció 500. évfordulója, amit szintén idén ünneplünk, a sport megjelenik például, de az a szempont is fontos volt, hogy nem minden közösség jókedvünkben jön létre, van amelyik kényszerközösség ad otthont egy-egy embernek átmeneti időre. Felmerült az ötlet, hogy jó lenne egy több generációs családot fényképezni, és én akkor kaptam a fejemhez, hogy jé, nekem egy 4 generációs családom él egy fedél alatt, és igazából évek óta tervezem, hogy elkezdem őket fényképezni, úgyhogy ez a tökéletes apropó volt. Hát fotósként mindig azt hiszem, hogy a legnehezebb feladat beütni az ajtón és elkezdeni egy témát fényképezni. Ez nekem most adott volt, mert beengedett az ajtón a család. Az más kérdés, hogy azért már egy ideje kellett őket puhítani ahhoz, hogy ők hajlandóak legyenek erre, hogy én a nagy nyilvánosság elé tárjam valamilyen formában az ő és az én saját életemet is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az érzelmi része volt egy picit nehéz, amit meg kellett ugrani. Emellett meg a maga a munkafolyamat az hát nekem nagyon érdekes volt. Egy csomó mindenben ugyanúgy működött, mint amikor bármilyen más témával foglalkozom. Másfelől meg nagyon érdekes volt megélni azt, hogy tulajdonképpen a számomra fontos személyes pillanataimat mutatom meg a nézőnek, akár a közös reggeli kávézást, ami nekem a szívemhez közel álló momentum a napjainkban, vagy pedig egy közös családi ünnepet, úgyhogy ez egy érdekes, egyfajta terápia is volt nekem, azt hiszem. Drogmisszióból érkeztünk, és felépülőben lévő kábítószerfüggők vagyunk. Jó látni magamat abban a viszonylatban, hogy már nem úgy nézek ki, hogy előtte nézek ki, illetve a másik, hogy a társaimat is láthatom, akik saját maguk önszántukból mentek oda felépülni, és lényegében mindegyiknek az arcán egy mosolyt lehet elkapni, hogy ott bent egy zárt közösségben is lehet normálisan élni, illetve ami a legnagyobb meghatódottság érzést kapott el azért, mert lényegében a apátságban helyeztek el minket, ami számomra nem is tudom, egy leírhatatlan élményt nyújt, mert hírről nem hallottam még erről a helyről, most meg a fényképen ki van állítva. A lényeg az, hogy van élet kábítószer után, van élet rossz élet után, illetve van új életre lehetőség mindenféle szempontból.